A Mátészalkai Tankerületi Központ 2016. november 30-án alakult. Feladata volt, hogy a csengeri, fehérgyarmati, mátészalkai és a nyírbátori járás köznevelési intézményeinek állami fenntartási feladatait ellássa. Összesen 54 külön UM azonosítóval rendelkező intézmény tartozik a központhoz, és 96 feladatellátási helye van. 2013-tól nagymértékben csökkent a diák létszámuk. A gyereklétszám a 2013-hoz évhez képest 2600 fővel csökkent. Ez sajnos az intézményeink ellátandó feladataiban is jelentkezik, mert több településen a törvénynek megfelelően osztályokat kellett összevonni. Ezeket a feladatokat végrehajtottuk, ami a magas csökkenést jelenti, ebbe közrejátszik az, hogy 3 intézmény került át az egyházi fenntartásba. Ez körülbelül 1500 fős létszámot jelent. A születési adatok alapján kismértékű növekedést tapasztalnak a születések számában. Ennek köszönhetően 5 éven belül 5-600 fővel több tanulója lehet a Mátészalkai Tankerületi Központnak. Ennek létrejötte az iskoláknak is kedvező volt. Az önkormányzati fenntartás idején néhányszor döcögtek a költségvetési és egyéb feladatok végrehajtásához szükséges források, azonban a tankerület beléptével egy teljesen szabályos, szabályszerű rend alakult ki. Igaz, hogy sok a bürokrácia, de hát a pénzügyi szabályok, hogyha rendesen, normálisan be vannak tartva, akkor sem ellátási problémája nincs az iskolának, sem bármilyen olyan, ami az oktatásneveléshez szükséges eszköz, ezt mind meg tudtuk vásárolni, és folyamatosan meg is tudjuk vásárolni. A gyerekek annyit tapasztalnak a változásból, hogy az oktatónevelési tevékenységek gördülékenyebbek, valamint az iskola tisztasága és környezete is javult, hangzott el a sajtótájékoztatón.